felében egy személyes átadatom veszünk részt. Kórus fog szolgálni, orgona, muzsika hangzik, illetve fúvósok. Várjuk az előkor érkezését, illetve mindazoknak a vendégeknek az érkezését, akik az ő társaságában jönnek. Tegnap Gönc Árpád elnök úr átadta a hitüzenést Carter elnök úrnak. Én azt hiszem, hogy két nagyon szerény ember találkozott tegnap, és ma egy ugyanilyen szerény ember érkezik közénk. Mosolygó szeretettel fogadjuk, biztos vagyok abban, hogy ő is jól fogja magát érezni közöttük, és mi is jól érezzük meg magunkat. Mielőtt elkezdődne a program, elindul és imádkozzunk. Mennyi édesetek, hálás a mi szívünk neked azért, hogy megsegítettél bennünket ebben a munkában. Köszönjük, hogy ma megnyithatjuk ezt a templomot. És köszönjük, hogy a te kegyelmedből egy szép ünneppel nyithatjuk meg. Köszönjük a mi testvéreinket, akik érkeztek és akik érkeznek. Szeretnénk a te dicsőségedre eltölteni ezt a napot. Kérünk, segíts nekünk ebben. Segíts azokat, akik valamilyen szolgálatot végeznek, hogy valóban a tőlük telhető legjobban téged dicsérjenek. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ünnep valóban ünnep lenne, és te rád hoz a dicsőséget. Kérve kérünk, áldj meg minden szót ezen a mai napon, kérünk, áld meg az ige üzenetét, és áld meg a különféle szolgálatokat, hogy veled együtt örülve, téged dicsérve, és imádkozunk a még ige szóló testvérünkért, Carter testvérért, te áld meg az igét a ajkán, és te mindnyájuk számára áldássál. Köszönjük szépen! Túl van terhelve az elektromos berendezésünk, így tűnik, mert nagyon sok televíziós társaság van együtt, és annyi lámpát bekapcsoltak, hogy ez a szerény is ház nem bírja el. Probably there is overload for the electricity. Ez tervezési hiba. It's a mistake of the... Nem gondoltuk, hogy egyszerre ennyi televízió lesz itt. We never thought that so many televisions would be here. Nagyon örülünk annak, hogy a Periglen a televíziós társaságok azért vannak itt, mert szeretnének egy baptista Isten tiszteletről tudósítani. We are glad that these televisions are here because they want to produce a Baptist worship service. Magyarországon még nem fordult elő, hogy baptista templomban amerikai elnök prédikáljon. There has never been in Hungary that in a Baptist church an American president would preach. És mi nagyon boldogok vagyunk, hogy ma délelőtt az ige szolgálatot a President Carter vállalta. And we are really glad that today President Carter will preach among us. Nagy szeretettel üdvözöljük kedves feleségével. We greet him and his wife. És amikor majd az ígére kerül a sor, kérem a gyülekezetet, hogy nagyon figyeljük. And when we shall listen to his sermon, I ask the congregation to listen very much. A bevezető szavak után hadd olvassam el a századik zsoltárt beköszöntőül. Let me read Psalm 100 with a greeting. Vigal énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe, az ő legelőjének juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin háladással, tornázaival, dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endure to all generations. A gyülekezet az 521-es éneket énekli, felé érzett hírsenyi, az első versen énekeli. Now, let's sing together hymn number 521, the first stanza of this hymn. Thank you.
évvel ezelőtt kezdődött el ennek a templomnak az építése. We started to build this church 8 years ago. Korábban körülbelül 10 évig próbáltunk engedélyt kapni arra, hogy építsünk egy új templomot. Before that, for about 10 years, we tried to get permission to build a new church building. Abban az időben ez lehetetlen volt. At that time it was impossible. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy időnk megváltoztak. We are really grateful to our God that those times has changed. És ma van lehetőség templom építésre. And today we have possibility to build church. Mindjárt tudjuk, hogy ehhez nagyon nagy mértékben hozzájárult Carter elnök úr. We all know that this was helped greatly by President Carter. Amikor 1978-ban úgy döntött, when in 1978 he decided magyar koronát és a koronázási ékszereket visszaadja Magyarországra. He returns the Hungarian crown and the crown jewelry to Hungary. Tegnap Gönc Árpád úr azt mondta a parlamentben. Yesterday, Mr. Árpád Gönc said at the parliament. Ez volt az a gesztus, amivel a puha diktatúra végpuhává kezdett válni. That was the gesture after which the soft dictature became softer. Mi soha nem fogjuk ezt elfelejteni, elnök úr. We shall never forget this, Mr. President. Ebben a templomban három táblát helyeztünk el. We put up 3 tables on this church building. Az egyik emléktáblán megörökítettük azoknak a személyeket, akik segítettek nekünk a templom építésében. On the first table there are those who helped to build this building. A másik táblán, ami itt látszik, on the second table, which can be seen here, fölírtuk, hogy emléktábla President Jimmy Carter látogatása alkalmából, aki ezen a mai napon megnyitja ezt a templomot. It's a table, memorial table for President Jimmy Carter, who is going to open this building today. A harmadik táblán pedig az első, úgy hangzik, Istené legyen a dicsőség. On the third table, there is a saying from the Bible, all praise be unto God. Középen sok minden van még rajta. De there are other text also on that table. De a végén újra ez a mondat ismétlődik. Soli Deo Gloria. But at the end we repeat the saying, Soli Deo Gloria. Szeretnénk ennek az Istennek dicsőséget adni ezen a napon. We would like to glorify this God today. Most a kórus szolgálatot következik. Now the choir is. A hétfalmi Damjan is a világ üdvözítője, a kórus szolgálata után pedig az elnök úr ügyeléltetése. And after the choir, President Jimmy Carter will have his message. Thank you.
Sokan szoktak eljönni, amint tanítom a vasárnapiskolásokat.
One recent morning we had visitors from 28 foreign countries. A legutóbbi vasárnap, amikor ott voltam, 28 különböző országból voltak jelen, amíg gyülekedetünkben a vasárnap iskolai alkalmat. We found ourselves able to transcend differences between us. Sikerül áthidalnunk a köztünk levő különbségeket. By listening to the words of our Savior Jesus Christ. Amikor közösen hallgatjuk a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunk szavait. And the common music that we share. És amikor közösen énekeljük. When the choir sings the songs, we feel a resonance of brotherhood and sisterhood. Amikor hallottuk az énekar énekét, akkor azonnal egy család tagjainak éreztük magunkat. And in God's way, we're able to sing Amazing Grace together. És emlékeztet arra ez az ének, hogy ilyen jó volna elénekelni az Amazing Grace című éneket is közösen. We are reminded when we come to Hungary of the courage of our Christians who have faced formidable opposition. Amikor Magyarországra jövünk, akkor emlékezünk azokra a szinte áthidalhatatlan nehézségekre, amelyekkel a keresztényeknek szembe kellett nézniük valamikor. We've noticed in the Soviet Union for 70 years, the communist dictatorship attempted to stamp out Christianity. Emlékszünk arra, hogy a Szovjetunió 70 éven keresztül próbálkozott azzal, hogy kitörölje a kereszténységet a földről. Claiming that people only needed the state and the army and the party to fulfill their lives. És azt állította, hogy a népnek csak az államra, a fegyverre van szüksége ahhoz, hogy beteljesedést kapjon az élete. But the commitment of individuals to Christ could not be controlled. De az egyének Krisztus iránti elkötelezettségét nem lehetett kezükben tartaniuk. And now there is an explosion of faith in the former Soviet states. És a korábbi szovjet államokban most a hit egyre jobban kibontakozik. In the sovereign nation of Hungary, Christianity has always been a strong and present element. Magyarországon, e szuverén államban a kereszténység mindig erős elemként működött. As you all know, the Protestant faith is expanding quite rapidly in Eastern Europe. Amint jól tudjátok mindnyájan, a protestáns hitnézet rohamosan terjed a keleti államokban. We work very closely with the wonderful evangelist named Keith Parks. Együttműködtünk egy csodálatos evangelistával, Keith Parks-szal. When there is a problem in one of the nations, he sometimes comes to me. Amikor valamelyik országban probléma van, akkor olykor oda jön hozzá. And I contact the leaders in countries like Albania and Bulgaria and even Austria, where Baptists are looked upon as a strange sect. És akkor beszélünk, fölveszünk a kapcsolatot az államokkal, Albániával, Bulgáriával, sőt, Ausztriával is, hogy ne úgy nézzék a kereszténységet, mint valami szektát. I try to convince these political leaders that Baptists are some of the original foundation of the Christian faith. És megpróbáljuk meggyőzni ezeket a politikai vezetőket arról, hogy a baptisták is az alapvető keresztény alapelveken nyugszanak. Our group over here has come to Hungary this past week to build homes. A mi csoportunk, amelynek tagjait itt látjátok, a múlt héten jött át Magyarországra, hogy hajlékokat építsünk. Remembering the teachings of St. James. Emlékszünk valamennyien Jakab tanítására. Who emphasized the importance of Christian faith. Jakab hangsúlyozza a keresztény hit fontosságát. But he said faith without works is dead. De azt is mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. We attempt to put our faith in action. Mi megpróbáljuk a mi hitünket cselekedetekké változtatni. We had 300 volunteers who came here from the United States and from almost 20 other nations. Itt volt 300 önkéntes, akik elsősorban
az Egyesült Államokból és még 20 más országból is érkeztek az építkezéshez. To work side by side with 200 Hungarians who also volunteered to help families in need. Hogy valadetve együtt dolgozzunk 200 magyar építővel, és hajlékokat emeljünk azoknak, akiknek erre szükségük van. We have done all this in the name of Christ. Mindezt Krisztus nevében tettük. We know that action is very important. Tudjuk, hogy a cselekedet nagyon fontos. Sometimes we forget our fellow human beings as we care for our own needs. Néha elfeledkezünk a mi embertársainkról, miközben a magunk szükségleteivel el vagyunk foglalva. I have permission from the pastor to tell a joke about this. Engedélyt kértem a lelki pásztortól, hogy egy humoros történetet mondjak el erről. There was a man who died and went to heaven. Volt egy ember, aki meghalt és eljutott a mennybe. He was met by Saint Peter and an angel. Találkozott Szent Péterrel és egy angyallal. The man says, I've been a member of a church all my life. Azt mondja az ember, hogy én egész életemben egyháztag voltam. And Saint Peter said, what have you ever done for anyone else? És megkérdezte tőle Péter, hogy mit tettél valaki embertársaddal, valamelyik embertársaddal. And the man said, in 1930, a poor man came to my house and I gave him a sandwich worth $0.50. Azt mondja, hogy 1930-ban egy szegény ember jött a házamhoz, és adtam neki egy szendvicset, ami $0.50 került nekem. And Saint Peter sent the angel down to earth, and the angel came back and said, that's a true story. Akkor az angyal leküldte Szent Péter a földre, hogy a jöjjön vissza a valódi történettel. And Saint Peter said, did you do anything else in your life for other people? Megkérdezte Szent Péter, hogy másokkal is tettél valami jót? And the man said, oh yes, about a year ago, my neighbor's house burned down, and I gave him an old chair. Egy évvel ezelőtt, igen, mondja, az én szomszédomnak a háza leégett, és adtam neki egy régi széket. Again, it was worth a $0.50. Az is $0.50 került nekem. And the angel said, well, I'll check on it. So he found that this was a true story. Azt mondja az angyal, hogy ezt is majd ellenőrzöm, hogy tényleg így történt-e. And the angel asked Saint Peter, what shall we do with this man? És az angyal megkérdezte Szent Pétertől, na most mit csináljunk ezzel az emberrel? And Saint Peter said, give him his dollar back and tell him to go to hell. Add vissza neki a dollárt és küld a pokolba. This is a reminder of us that we should not only worship, but also help our fellow human beings. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy nem elég csak Isten tiszteleten részt vennünk, hanem gondolnunk kell a mi embertársainkra is. I like the book of James very much. Nagyon szeretem Jakab levelét. James had a strange theology in the second chapter of his book. Jakabnak nagyon különös a teológiája levelének második fejezetében. He said in effect that all of the troubles and tribulations, the disappointments that we have in life. Azt mondja, hogy mindazok a bajok, nehézségek és nyomorúságok, amelyek az életem történnek. Our sorrows and our failures. A mi szomorúságaink és nehézségeink should be suffered with patience. Azok azért vannak, hogy megtanuljuk a türelmet és türelemmel elhordozzuk. And with courage. És bátorsággal. And use as a foundation for a greater life. És alapként használjuk föl egy magasztosabb élethez. As a means to expand our hearts. Ezek eszközök arra, hogy a mi szívünk kitáguljon. To encompass more people with our love. Hogy még több embert ölelünk át a mi szeretetünkkel. And to expand our minds to know more about God's world. És még többet megtudjunk Isten világáról. Christians should be constantly growing. A keresztényeknek állandóan növekedniük kell. The theologian Paul Tillich said, Paul Tillich, a nagy teológus mondta, that religion is a search for the truth. A vallás az igazság keresése. About our relationship with God and our fellow human beings. Annak a kutatása, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel és milyen a mi kapcsolatunk embertársainkkal. And when we stop searching. És amikor abba hagyjuk ezt a keresést. And expanding our lives. És tovább nem növekszünk. We've lost our religion. Akkor elveszítjük a vallásunkat.
This is a very stark and troubling theology. Ez egy nagyon döbbenetes teológia. But the point that is made is what Jesus preached most often. De ez emlékeztet bennünket Jézus prédikálására, hiszen gyakran említette ezt az ő beszédeiben. A warning against pride and self-satisfaction. Ez emlékeztet arra, hogy megtagadjuk az önelégültséget és a büszkeséget. Jesus said, don't turn inward about your own needs, but turn outward to the needs of others. Jézus azt mondja, hogy ne csak a magunk szükségleteivel foglalkozzunk, hanem lássuk meg mások szükségleteit is. He demonstrated this throughout his ministry. És egész szolgálatában mindig ezt mutatta be. Turning to those who were most in need. Odafordult azokhoz, akik a legnagyobb szükségben voltak. To the scorned and the despised. A megvetettek és az utálatosak felé. To demonstrate that all of us are equal in the eyes of God. És bemutatta ezzel, hogy Isten szemében mi mindnyájan egyenlők vagyunk. I'd like to close with a comment from St. Paul. Szeretném zárni Pál apostolnak egy megjegyzésével. When he was writing to the Corinthians, his second letter. Amikor a második korintusi levelét írta. It's found in the fourth chapter, the 18th verse. A negyedik rész, 18. versében található ez a mondása. 2 Corinthians 4:18. This is the Corinthians asked Paul, in this changing world, what are the things that are most important? Pál apostol megkérdezi, hogy ebben a változó világban mi a legfontosabb? What are the things that never change? Mi az, ami soha nem változik? And then Paul gave his answer. És erre Pál apostol ezt a választ adja. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things that are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. This is a strange verse. Ez egy különös vers. But it should be thought-provoking for us all. De kell, hogy mindnyájunknak a gondolkodását sürgesse valami. The Corinthians didn't understand what Paul was meaning to say. A korintusiak nem értették meg, hogy Pál mit akar ezzel mondani. What are the things that can be seen that are not important? Mik azok, amelyek láthatók és nem lennének fontosak? The things that we can see about which we are so occupied are not important according to Paul. Pál szerint azok a dolgok, amiket látunk, amiket annyira fontosabbnak tartunk, nem is annyira fontosak. We can see the money in our hands or in the bank. Mi látjuk a pénzt a kezünkben vagy a bankban. We can see our fancy clothes. Nézzük a mi gyönyörű ruháinkat. We can see our nice house. És gyönyörködünk a mi szép házainkban. We can see our name in the newspaper. Látjuk a nevünket az újságokban. Paul said these things are not important. Pál azt mondja, hogy ezek nem fontosak. They're temporal, they don't survive. Ezek ideiglenesek és nem maradnak fönn örökké. Paul said the things that survive are the things that you cannot see. Azt mondja Pál apostol, hogy az marad meg örökké, ami láthatatlan. Christ demonstrated and emphasized the things that we cannot see. Krisztus bemutatta és hangoztatta azokat az értékeket, amelyek láthatatlanok. What are these things? Miket? You can't see justice. Nem láthatjuk az igazságot. You can't see peace. Nem láthatjuk a békét. You can't see humility. Nem láthatjuk az alázatosságot. You can't see charity. Nem láthatjuk azt, amikor megosztjuk javainkat egymással. You can't see compassion. Nem látható az együttérzés. You can't see truth. Nem látható az igazságosság. You can't see love. Nem látható a szeretet. These are the things that are important. Ezek azok, amik fontosak. The things that you cannot see. Amik nem láthatók. These are the things that inspired St. Paul. Ezek inspirálták Pál apostolt.
And these are the things about which Jesus Christ preached to us. És Jézus Krisztus éppen ezeket mutatta be nekünk. And demonstrated with his love. Az ő szeretete által. This is a message I would like to leave with you. Ezt az üzenetet szeretném itt hagyni nektek. In the name of our Savior. Ami megváltó nevében. Thank you. Köszönöm. Nagyon köszönjük azt az üzenetet, ami baptista testvérünk és egyben az Egyesült Államok korábbi elnöke mondta. Thank you very much for the message that was delivered to us by your friend, his brother, former president of the United States. Ezért mondtam az elején, hogy tessék figyelni. That was the reason that I said at the beginning that you have to pay very much. Biztos voltam, hogy nagyon fontos lesz az. I think it was a very important message for all of us. És most mi is szeretném néhány mondatot mondani az elnök úrnak. And now we would like to say a few sentences to President Carter. Talán az elnök úr nem tudja, hogy ez egy habitat church. Probably President Carter doesn't know that this is a habitat building church. 8 éve át ezt a saját kezünkkel építettük. For 8 years we were building it by our own hands and arms. Magyarországon azt szokták mondani, hogy az építkezéshez pénzre és időre van szükség. In Hungary there is a saying that for building a house or a building we need time and money. Idő az volt, pénz. We had time, but we didn't have money. Így aztán dolgoztunk. Therefore we worked hard. És ma nagyon örülünk annak, hogy Isten megáldotta ezt a munkát. And today we are really glad that our God blessed our work. Már nem vagyunk még egészen készen. But we have not yet finished everything. De ma ünnepősen szeretnénk megnyitni ezt a templomot és felszentelni. But today we want to open this church building and dedicate to our God. Baptisták el szokták kerülni azt a szót, hogy szentelés. The Baptist try to avoid the verb sanctify building. Pedig ez egy nagyon fontos biblikus kifejezés. However, this is a very important biblical expression. Legyen Istené ez a ház. Let this house belong to God. Ez a szentelés. This is the meaning of dedication. Legyen az övé és maradjon az övé. Let this be his and stay his forever. És szolgáljon mindig az ő dicsőségét. And let this building serve his glory. A következő percben arra kérnénk az elnök urat. The next minute we ask Mr. President, hogy amikor a ketteni megfognak jelképesen egy nemzeti színű szalagot, then when you see our flag kept by two persons here, akkor legyen szíves átvágni ezt a szalagot. Please cut it to the sister. És ezzel hivatalosan is megnyitja. And this is the official opening of this church. A szalagnak az egyik végét Gere József presbiter fogja. One end of the flag will be kept by József Gere presbiter of the church. Az építkezésnél a műszaki dolgokért meg a tervezésért volt felelős. Who was responsible for the blueprint and the technical things of this building. A másik végét a szalagnak. And the other end of the flag or ribbon. Ennek a gyülekezetnek a korábbi pásztora. Will be held by the earlier pastor of the church. Fred Wilmos. William Fred's son, William Fred. Amerikában él. Who is now living in America. És aki ennek az építkezésnek a legnagyobb egyéni támogatója volt. And he was the first and the greatest supporter of this building. Nagyon örülök, hogy itt látom azoknak a cégeknek a vezetői, akik nagyon sokat segítettek nekünk. And now I am really glad that I can see here the leaders of those firms which were helping us throughout the whole building process. Ezen az épületben körülbelül 50 millió forint létesítésünkkel van. The worth of the volunteers is worth about 50 million forint. A többet látok Éles urat, meg a többieket. I'm glad to see here Mr. Éles and the other ones. És nagyon köszönjük a gyülekezet tagjainak és mindazoknak, más gyülekezeteknek, a Magyarországi Baptista Egyháznak, az önkormányzatnak,
és ahogy a táblák ott megőrülnek, van mindazoknak, akik segítettek. And we want to express our thanks to those who belong to this congregation, to other congregations of the Hungary Baptist Union, and the local authorities as well. És most kérem, kérem József és Petsz, Gedeon, vagyok már itt tudom a nevét. I ask József Gere and Gedeon Petsz. Adok egy szalagot. I give them a liquor and pollot and smaller than what you said here. And I give a sister to President Carter. Somehow we saw his house. Speeches.
everybody can look at it. Aki túllépi az egy percet, az diszkvalifikálja. Aki diszkvalifálja, az kicsit. És akkor most felokon Karálán elsőként, first of all, Győri Kornél, akit arra kértem a Magyarország Baptista Egyház nevében, mint az egyház főtitkárát, hogy Jimmy Carter úrnak a Magyarországi Baptista Egyház adatvételt adja át. And I asked him, as the General Secretary of the Baptist Union of Hungary, to present the gift of the Hungarian Baptist Union to Mr. Jimmy Carter. I want to greet Brother Carter on behalf of the congregations, brothers and sisters, and pastors of the Baptist Union of Hungary. Hálásodik Istennek azért, hogy eljött, hogy együtt örüljön az örülőkkel. I am thankful to God that you came to us to rejoice along with us. És egy igével szeretnénk mindannyiunk köszöntését, jó kívánságát átadni néki. And I want to give you our best wishes by saying a Bible verse. Psalm 20. Hallgasson meg téged az Úr a vezetelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljon sok étel áldozatodra, égő áldozatodra fogadja szívese. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice. Grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel. Eszkiválom szeretettel, this is our wish. És ha visszatért hazájába, vissza-vissza tudjon emlékezni rám. And when you return to your country, this is a reminder of you to hunger. Fogadj el közösség nevében az ajándékot. Accept this present on behalf of our Baptist Union. És amikor látni fogja, and when you see, akkor gondoljon rá, and imádkozzon. And pray for you. Felolvasunk magyarul, Jimmy Carter elnök úrnak, ami baptista testvérünknek és jótevőnknek és a magyar nép jótevőjének, a Magyarországi Baptista Egyház, 1996. augusztus 18. To President Jimmy Carter, our Baptist brother and benefactor of the people of Hungary, the Baptist Convention of Hungary, August 18, 1996. Nagyon szép, nagyon köszönöm. Bibliában azt olvasom, hogy Istenél egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. We read from the Bible that before God one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. Ez néha az ő szolgáival is előtt van. And it happens sometimes to his servants too. Győri Kornél testvér a jelenlevő baptista regisztrátorok nevében is szól. Az amerikai délbaptista szövetség képviseletében közöttünk van Dr. Steve Booth, kérjük az ő üdvözletét. And now, Brother Steve Booth, on behalf of the Southern Baptist Convention, we deliver his message. With much love, I would like to greet the church today in the name of the Lord Jesus Christ. Na
Nagy szeretettel szeretném köszönteni ezt a gyülekezetet ma az Úr Jézus Krisztus nevében. And our distinguished guests as well. És köszöntöm a mi különleges vendégeinket. Especially President Carter and Mrs. Carter, fellow Americans and fellow Southerners. Különösen Carter elnököt és kedves feleségét, Rosalind, és a vendégeket Amerikából, a délieket különösen. A fellow Southern Baptists as well. A déli baptista szövetség tagja. But more important than that, a dear brother and sister in Christ. De ami legfontosabb, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban testvérek vagyunk, és így köszönhetjük egymást. When I was a child, one of the first Bible verses that I learned, amikor kisgyermek voltam, az első Biblia vers, amit megtanultam, a következő volt. Was Psalms 122, verse 1. A 122. Zsoltár első verse. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. I'm glad today that I'm able to be in this house of the Lord on this special day of celebration and worship. Nagyon boldog vagyok, hogy az Úr házában lehetek az ünneplésnek és a hálózásnak ezen a különös napján. And as the representative of the Southern Baptist Foreign Mission Board, és mint a Déli Baptista Szövetség külmissziós társulatának a képviselője, I would like to commend the church for your perseverance and faith in the Lord. Szeretném, ha ez a gyülekezet megmaradna a kitartásban és az Úr iránti hűségben. That this day might be possible and come to pass. Isten kegyelme van ezzel a gyülekezettel, mert tölvette lehetővé, hogy ez a nap ilyen szépké váljon. I'm also thankful today that we as Southern Baptists, azért is hálás vagyok ma, hogy mi, mint déli baptisták, I had the privilege of being a part of this important work. Azt a kiváltságot kaptuk, hogy részei lehetünk ennek az építkezésnek. And our prayer today is this. És azért imádkozom ma, that the word of the Lord might continue to go out from this place. Hogy Isten igéje tovább áradjon ezután is erről a helyről. To every man, woman and child in Hungary. Hogy meghallja minden férfi, nő és gyermek egész Magyarországon. And from this great nation onwards, és e nagy nemzettől áradjon tovább, even unto the ends of the earth, a föld végső határáig. And I'd like to close with this greeting to the church, és szeretném az én üdvözletemet ezzel zárni, also from Psalms 122, szintén a 122. Zsoltár egyik versével, magyarul. A testvéreimért és a barátaimért mondanom, békesség neked. For my friends and brothers and sisters, I say peace to you. Ebben az épületben egy mozgássérült missziós centrum. This is a center for the handicapped here. És egy akadémia működik. And an academy is working now in this building. Az akadémia az Európai Baptista Szövetség vezetésével. This academy is working under the leadership of the European Baptist Convention. Igazából amerikai pénzzel működik. But it's working with American dollar. Nagyon örülünk annak, hogy 21 néhány európai országból tanulhatnak itt. We are really glad that from 21 or 22 different countries of Europe can come students here to study. Olyan baptisták, akik már egy diplomát szereztek. Those Baptist leaders mostly who have their own diplomas. Tanulni szeretnék azt, hogy kell vasárnap iskolát szervezni. And they want to learn how to organize Sunday schools. Hogy kell tanítani a vasárnap iskolát. How to teach Sunday schools. A következő héten érkezik Amerikából egy csoport. Next week we shall greet a group from America here. Akik próbálnak meg minket arra tanítani, hogy hogy kellene újra szervezni a vasárnap iskolai rendszer. Who will teach us in Hungary how to reorganize our Sunday schools. És nagyon örülünk ennek. And we are really glad. Az iskola igazgatója Dr. Errol Simmons. The director of this school is Dr. Errol Simmons. President and Mrs. Carter, and the board, Mrs. Carter, Deputy Prime Minister Kunze and distinguished guests, Kunze Gábor, miniszterelnök helyettes úr, brothers and sisters in Christ. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban. On behalf of the International Baptist Lay Academy
which shares these wonderful facilities with the Seagate Sydney Coast Baptist Church, I also welcome you. A Baptista Lelki Munkásképző Akadémia nevében, amely ebben az épületben működik, szeretném köszönteni a Szigetszentmiklósi Baptista gyülekezetet. As Dr. Almási has said, EBLA is an institution of the European Baptist Federation. Mint ahogy Dr. Almási mondta, az EBLA az Európai Baptista Federációnak egyik intézménye. And nearly 400 lay leaders from 23 different Central and Eastern European countries have come here to prepare themselves to serve the Lord. Eddig már több mint közel 400 lelki munkás jött ide, hogy tovább tanuljon és fölkészüljön az ő további szolgálatára. EBLA began in Budapest 7 years ago. Az EBLA Budapesten indult 7 esztendővel ezelőtt. But just 2 years ago we moved to these facilities. És csak 7 esztendővel ezelőtt költöztünk ebbe az épületbe. My wife and I also moved here. Feleségemmel együtt én is ide költöztem. It is a pleasure for us to live in this city, but a special joy to be members of this church. Nagy öröm nekünk ebben a városban laknunk, de különleges öröm, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatunk. And from my particular perspective, please allow me some words that the pastor and the church members cannot say. Az én szempontomból most engedjétek meg, hogy hadd mondjak néhány szót, amit nem mondanak a lelkipásztor testvér. We have seen that for over 7 years, how they have come and given their time to build this building. Mi láttuk már 7 esztendő óta, hogy miként jöttek ide a testvérek építkezni és munkálkodtak együtt ennek székvétételében. Our pastor is president of the Hearing Baptist Convention. He is a teacher in the seminary. He's director of the Sunshine Childcare Foundation. Ami lelki pásztorunk, Almási testvér, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, a Baptista Teológiai Akadémia tanára és a Napsugár Gyermekmentő Alapítványnak is a vezetője. But every morning when I came here to EBLA, he was already here looking and overseeing the work. De minden reggel, amikor eljöttem az EBLA-ba, már itt láttam őt, amint körülnézett és irányította a munkát. When we were finishing to go home, he was back here again. Amikor befejeztük a munkát, akkor megint itt láttam őt. Church members would come by after work to work more hours here to complete this building. A gyülekezeti tagok az ő munkájuk után jöttek ide, hogy folytassák az építkezést. For 7 years they gave their holidays and their Saturdays to complete these facilities. 7 éven keresztül feláldozták a munkaszüneti napjaikat ennek az épületnek a fölépítésére. God's blessings on you all. Isten áldása van rajta. May He bless this labor of love. Áldja meg a szeretetnek ezt a munkáját. May this church be a lighthouse for the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Legyen ez a templom világító torony Krisztus evangéliumának a hirdetésében. And Szigetszent Miklós and Hungary. Szigetszent Miklóson és Magyarországon. And Central and Eastern Europe. Közép-Európában és Kelet-Európában. I close with a verse of scripture found in Philippians 2:4. A Filippi levél második részének 4. versével zárom szavaimat. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. From the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 2, verse 4. Talán lefordítom a angol szövegből, mert egy kis tévedés van az idézetben. Azért imádkozom értetek, és mindig örömmel imádkozom, mert részt vehetek az evangélium szolgálatában, és ti is részt vettek az első naptól fogva. Bízom abban, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi az Úr Jézus Krisztus napjára. So together with my wife who's in the choir, I'd like to say, Hazar Algyermé. Énekben levő feleségemmel együtt, hadd mondjam ezt. Hazar Algyermé Benedike. May the Lord bless you all. Nagyon örülünk annak, hogy a Magyarország Egyházat most tanácsa részéről.
We are really glad that we have from the Ecumenical Council of the Hungarian Church. Who is a great among us, Zoltán Góna, General Secretary. We ask him also for one minute. Of the Hungarian Baptist Union and at the same time pastor of this church
that we may work together in the future for the building of the kingdom of God on this earth. Már csak egy szól, ahol van. We have only one speaker. A világ éves keresztület kérdik, aki a helyi református egyház lelkipásztora. És akikkel együtt kezdtük a munkát, az ő rendben egy kicsit hamarabb készült, el pedig később kezdték. Writer and Peter Vrilan, who is the pastor of the local Reformed Church. They started the building of their church at the same time that they have already been there. A baptista hagyomány szerint a bejövetelemkor említette a másik testvér, hogy van egy perce. According to the Baptist tradition, Brother Almási said to me when I entered this building that you have only one minute. Ez egyrészt felszabadított az alól, hogy valamivel készüljek, mert egy percre borzasztó nehéz készülni. And I started immediately to prepare for this one minute because it is very difficult to speak only for one minute. Ha készületlenül áll az ember a hallgatóság elé, akkor nyugodtan csapunkat. When you are before the congregation unprepared, you can say anything. Első benyomásom, például én többször voltam ebben az épületben, de ahogy oda leültem és ezeket a falakat láttam, valami olyan várfarszerű jelent meg a szemem előtt, munkába voltunk az elmúlt héten, és ahogy ennek a falnak a teteje ki van képezve, mintha valami ilyen vásta-szerű képződmény lenne a teteje. When I entered this building, I have been several times, but today when I entered here, I was remembered by these walls, the Munkács fortress. Aztán éppen készülődtek itt elől, részkúbósok, és megszólaltak a kürtök. And the president was playing here when I entered this building. Bárfal és kürtök. Fortress and president. Egy papnak rögtön valami bibliai összefüggés jut az eszébe. A pastor immediately is reminded of some biblical passage. Rögtön próbáltam előzni, hiszen ez Jerikó, meg szó sincs Jerikó. I thought immediately of Jericho, but there's not a situation here like in Jericho. Talán egy minőségi ellenőrzés, hogy vajon ezek a falak olyanból készültek-e, mint Jerikói. Probably this was a checking of the quality of this fall that the president started to play. Kiderült, hogy nem. No. Természetesen arról a gyerekjátékról aztán, amikor Jeruzsálem meg Jerikót felváltva mondogatják a gyerekek, Jeruzsálem felé terelődtek a gondolatai, de falak a mostanában hallottam két összefüggésbe is a mai napon a berlini falnak a építésének van évfordulója, aztán a korábbi héten pedig a kínai nagyfalról, szóval minden összekeveredett. In my mind, the thoughts were mixing. For example, this is an anniversary of the building of the Berlin Wall. And I have met this week, probably from a newspaper, some news about the Chinese Wall. All things were mixed in my mind. Végül aztán ebből tisztázódott ki, hogy itt valójában valami olyasmi történt, ami Jeruzsálem nevét idézi, annak a jelentését, tudjuk, hogy Isten békéjének a városa épül. But finally, I remembered of Jerusalem, which is the city of God, and this building also reminds me of the city of God. Összekapcsolódnak ezek által, a falak által ember szívek. By these walls, the hearts of people will be joined together. Összekapcsolódik két olyan állandó elválásban lévő szervezet, mint az állam és az egyház. And by these walls, the state and the church will be joined. Néró óta és a francia forradalmon keresztül örökké az elválasztásról hallunk, itt pedig ezek között a falak között összejön az állami vezetés, összejön a
városi politikai vezetés és összegyűlnek a keresztény hívek. In these walls, in midst of these walls, the city authorities and the state authorities and the church members come together. Összekapcsolódnak keresztény felekezeteket, megtestesíti az ökumenikus tanácselnöket. And the Christian churches come together, which was represented by our brother on behalf of the Ecumenical Council. Összekapcsolódnak földrészek, Amerikai Egyesült Államok elnökének. Countries are coming together because we have here Mr. Carter, former president of the United States. Építsük tovább Jeruzsálemet. Let's continue to build the walls of Jerusalem. Szerintem mindenki diszkvalifikálni kell. Everybody should be disqualified. Gondolom mindenki egyetért ezzel. Ilyen is képesek van, megyünk a kórus. Now let's listen to the choir. This is Hungary. Budapest is rajta van, de az nem számít.
Budapest az Alibán, it doesn't matter. Rajta van Sziget. Sziget Szentpilóz, it also matters. És rajta van ennek a templomnak a képe. And the picture of this building is also there. Úgyhogy akik most ezt kapták, kérjük, hogy hordják szemükön Sziget Szentpilóz. And those who received it, please remember Sziget. Mind ahhoz, eddig is sokat segített nekünk. Köszönjük, képviselőnök a Boros Péter, a volt miniszterelnök úr, pedig annak idején is sokat segített nekünk. Szép hálózat visszajutatásával, amire szintén hálásság. We are really grateful to our dear guests. Arra kérjük az is rendezőket, hogy egy persze jöjjenek ide. Now the ushers will be asked to come here. Amilyen gyorsan tudtok. As fast as you can come. És kérném, hogy a vendégeknek legyen szíves. Erről a végeinökről már szóltam egy mondatot, nagyon örülünk annak, hogy a 150 éves baptista egyház ezzel a szép végeinökkel tudott megjelenni. A második oldalon üdvözöljük Carter elnök urat, és olyan cikkeket találhatunk a végeinökben, amelyek egy kicsit bemutatják a magyarországi baptista munkát. Ilyen könyvet pedig még senki nem kapott életében, ugyanis ebben néhány oldal van csak nyomtatva, a többi üres. This is a book with empty pages. Azaz, a few pages have some pictures on. Azaz a következő 100 év története. And these empty pages contain the history of the next 100 years. No, nem egészen ez itt üres. Néhány tankulva jelenik meg a könyv. Azokkal a fényképekkel, amelyek ma itt készültek. And after a few days, we shall present the pictures made here today and put into this book. És azokkal a történelmi cikkekkel, amelyek szintén elkészültek. And some of the articles also will be here in this book. És mindazok, akik most ilyen fél könyvet kaptak. And those who receive this half book, szeretném, hogy küldjenek egy egészet. We would like to send them by mail. Nagyon örülünk annak, hogy ezen a mai Isten tiszteleten, ami különleges vendégeink részt vettek. We are very pleased that our distinguished guests could be a part of this worship. Különösen kívánunk Isten áldását Jimmy Carter elnök. First of all, we want to give God's blessing Brother Jimmy Carter. Ő kedves feleségét. And Rosalind Carter. Most a gyülekezet a 218-as éneket énekli, Bob kezel vezére. Isten tiszteleknek nincs vége, de hát ez nem befejezőjének, hanem közben remegyünk a kiállításnak. 218-as éneket. After we sing hymn number 218, we go down to see the exhibition. Oh,
Kívánjuk, hogy az a munka, amit
Isten nevében Jézus Krisztusért végeztek az apa gyümölcsösszékhez, hogy itt találkozzanak a világ megváltóval, a világ bűnösei, azok, akik rászorulnak Jézus Krisztus kegyelmére, Golgotai áldozatára, és teljék meg ez a ház emberek napvával, idősekkel, középkorúakkal, gyermekekkel, bébikkel, hogy magasztalhassék annak az Istennek a neve, aki minden lépés és ezután is segítséget esetnek. Jöjjetek, imádkozzunk együtt, és ezzel fejezzük a mi vadinai kihatalmunkat. Kedves mennyei Atyánk, irántad való hódolattal és dicsérettel köszönünk mindent, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat áldoztad fel a világ minden emberiért, megváltásunkért. Köszönjük néked, hogy vannak gyermekeid e földön, akik egész életüket neked adják és úgy szolgálnak néked, hogy közben kezükkel, szívükkel, elméjükkel dolgoznak. Köszönjük néked ezt a hajlékot, és köszönjük, hogy itt van a te szemed, őrzöd ezt a házat, és itt van a te szíved, a te szereteted teljességével, és megáldod ebben a házban lakó népedet, gyermekeidet. Fogad el ezért a délelőttért, és a folytatásokért is, ami szívünk hálaadását, és Jézus nevében kérjük, hogy a te erőddel, a te szent lelkeddel segíts nekünk mindenkinek külön-külön is megtenni, amire te sarkalsz és kérsz bennünket, hogy ez a ház belsőleg is megújuljon, benne az ember szívek is rátaláljanak, hogy ebben a hajlékban a Krisztus békessége lakozzék. Köszönjük néked, hogy amit mi nem mondhatunk el, és amit nem kérhetünk, te azt is megadod nekünk, dicsőséget gazdagsága szerint. És végezetül a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és az Isten szent lelkének közössége legyen és maradjon mindenünk most és mindörökké. Amen. Thank you.
Igen, mert ez úgy örülök.